engedje meg, hogy a Martin Kertvárosi Egyházközség híve és képviselőtestülete nevében szeretettel köszöntsem meg fogunknak ezen a nagy jelentőségünknek napján, és megköszönjem, hogy Tégalmas Atyánk meghívását a Búcsúi Szentmise celebrálásával elfogadta. Ez a Jézus szíve tiszteletére szentelt templom a mi életünknek egy alapvető forgáspontja. A itt jelenlevők közül is legtöbben kapták meg az alapvető szentségeket, keresztséget, első áldozás, bérnálkozás. Nagyon sokan misztáltuk itt emelt az oltár mellett, hogy aztán előtte kössük házasságot és kísérjük gyermekeinket, unokáinkat ugyanezen az úton. És azok számára is, akik már felnőttként nem itt laknak és nem ide járnak vasárnapi szentmisére, ide visszatérni különösebb ünnepnap nélkül is ünnep. Főtisztelő püspök úr, 1963-ban a papá szentelésének évében első misét mondott itt nálunk is, akkor Sajószentpéteri káplánként. És ezzel talán ez a templom a püspök úr számára is egy emléket és jelentőséget hordozó helyé vált. És éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy most éppen abban a hónapban, amikor papá szentelésének 50. és püspöki szentelésének 20. évfordulóját ünneplik, majd néhány nap múlva eljött ide hozzánk, és misét mond velünk és nekünk. Ehhez is szeretnénk ezt a kettős évfordulóhoz gratulálni, az Egyházközség hívei és képviselőtestületünk és a saját magam nevében is. Isten éltesse püspök úr, és Isten éltesse mindannyiunkat. Thank you.